2022. március 6-án folytatódott a Jazzpresso havi rendszerességű programsorozata. Ezúttal azonban különleges koncertélményben lehetett része a közönségnek, ugyanis több zenekar is színpadra állt a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A Gyémánt Bálint trió saját szerzeményeit, a Rigger Rhodes a 2021-ben megjelent Long Lost Brothers című albumuk dalait, a Nagybabos Rebecca Quartet pedig kedvenc feldolgozásait mutatta be a jelenlévőknek. A Jazzpresso Extra elnevezésű rendezvény kapcsán Gyárfás István, az est házigazdája elmondta, a koncert mind a szakmának, mind pedig a közönségnek jót tett. Március 6-án a Gyémánt Bálint trió előadásával vette kezdetét a Jazzpresso programsorozat, melynek keretében ezúttal három zenekar is színpadra állt. Az elsőként fellépő formáció tagjai Gyémánt Bálint gitáros, Bartók Vince basszusgitáros és a dobok mögött ülő Szabó Dániel Ferenc saját kompozícióit szólaltatta meg. Az együttes vezetője rámutatott, a jazz műfaj különlegességében nagy szerepet játszik az előadók egyénisége is. Nekem mindig is az jut eszembe a jazzről, illetve az improvizált zenéről, hogy sokkal nagyobb hangsúly kerül magára az előadóra, illetve az előadó egyéniségére, és azt hiszem, hogy nekünk, akik ilyen zenében működünk, illetve ez az igazi szívügyünk, nekünk az a legfontosabb, hogy hogyan találjuk meg minél inkább a saját hangunkat, és ez az, ami azt gondolom, hogy frissességet jelenthet mindig, és ez az, ami remélhetőleg mindig is érdekes lesz a hallgatók számára is. A pódiumra másodikként a Jazzpresso törzs közönsége számára már ismerős Rigger Rhodes Quartet lépett, hogy a 2021-es Long Lost Brothers című albumának szerzeményeit előadja. Rigger Attila jazzgitáros kiemelte, éppen az új lemezükön dolgoznak, melyet igazán különlegesre terveznek. Már dolgozunk új zenéken, igen, már készül az új lemez, ahol nagyon szeretném, hogy egy különleges hangszerelésű anyag jöjjön létre. Itt vonósokat, fúvósokat szeretnék felvonultatni a kvartett mellett. Memories are landmarks that comfort and assure me. Az est zárásaként a 2019 végén megalakult Nagybabos Rebecca Quartet szórakoztatta a megjelenteket, akik kedvenc feldolgozásaikkal érkeztek a koncertre. Most már van egy repertoárunk, amit elég régóta játszunk. Most kezdtem én megérni arra, hogy saját dalokat írjak, vagy próbálok írni. Van egy versfeldolgozásunk, de azon kívül feldolgozásokat játszunk. Nagyjából olyan dalokból válogattunk, amik az én személyes kedvenceim, és azokat, hát nem föltétlen jazz darabok, de hogy improvizációval, meg mindennel így kiszínezzük, és ezekből áll össze. Gyárfás István, a Jazzpresso házigazdája elmondta, Bóna Lászlótól, a Budapest Jazz Club tulajdonosától érkezett a megkeresés azzal kapcsolatosan, hogy a három zenekar egy minifesztivál keretében három helyszínen is számot adhasson tehetségéről. Gyárfás István hozzátette, nagy öröm számára, hogy a Jazzpresso közönsége szintén részese lehet ennek az élménynek. Az egyik helyszín a Budapest Jazz Club, ez a koncert már megvolt. A második koncert az Marosvásárhelyen lett volna, mert a terv szerint tegnap vagy tegnap előtt lett volna ez, de az a román járványügyi helyzet miatt egy kicsit későbbre csúszik, és hogy ránk esett a választás, ennek én nagyon örültem, úgyhogy én azonnal mondtam a művelődési ház vezetőségének, hogy lenne egy ilyen felkérés, és ők is nagyon pozitívan reagáltak a dologra, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy mindenképp egy nagy esemény, ezért is neveztük Jazzpresso Extrának, vagy pedig egy mini jazzfesztiválnak, ami szerintem mind a közönségnek, mind a szakmának, mindenkinek nagyon jót tesz. A programsorozat legközelebb április 10-én folytatódik majd, a már megszokott időben és helyszínen, 19 órától az Árpi Show látogat el a Vigyázó Sándor Művelődési Központba.